Na, hello pingvinek itt, Nessai, ez pedig az Uncharted The Lost Legacy, a Naughty Dog franchise-ának legújabb alkotása, amely eredetileg egy DLC-nek induló projekt volt, aztán teljes játékká nőtte ki magát, és nagyon sokan kértétek, hogy legyen belőle végigjátszás, úgyhogy íme itt vagyok, pár napos késéssel a megjelenés után, de elkezdjük a történetet, amelynek két főszereplője lesz, két hölgyemény, az egyik Chloe, akit ugye az Uncharted 2-ből ismerhetünk, a másik pedig Nadine, aki ugye az Uncharted 4-ben szerepelt. Az Uncharted 2 elég régen volt, úgyhogy én Chloe-ra nem annyira emlékszem, bevallom nektek őszintén, Nadine azért elég friss élmény, de hogyha bármilyen utalást a sztoriból esetleg kifelejtek, akkor nyugodtan a komment szekcióban segítsetek összerakni nekem a képet, de akkor nincs más hátra, mint előre, nézzük meg, hogy a Naughty Dog ezúttal is olyan magasra rakta-e a lécet, mint eddig. Kezdjük el a sztori módot az Uncharted The Lost Legacy-ben. Oh yes! Sony Interactive Entertainment presents, és a zene már egyből igazi akciódus. Klasszikus Uncharted feelinget hoz. A Naughty Dog játéka természetesen, amint mondottam volt, de hát ezt mindannyian tudjuk. És ha jól látom, ugye Indiában vagyunk, ez pedig egy piacnak néz ki. Pontosabban bazárnak, azt hiszem ott is így hívják. És itt van Chloe, a főszereplőnk. Kendőt próbál. Az fontos. A kendő fontos. Nagyon jó a játék grafikája. Ezt még el fogom mondani párszor. Imádom. Ez az akcentus nagyon jó. Half price if you buy two. Wow. Egyet kap kettő áráért. Hogy alkudozik a kis csaj? Ő vezeti a boltot. You again. Is this your store? No. My father's. Nem, az apukájáé. How much? 800 rupees, please. 800 rupees, please. Okay for you, 550. Jó, legyen 550. Hogy alkudozik, beszarok. So. Kis csaj. Does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. Ó, harcol az apukája, katona. Azért van egyedül. The Indian army called him up today. Behívta a sereg. No, he volunteered. Ó, pontosabban önkéntesként ment a hadseregbe. Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. Ilyen fiatalon egyedül hagyni egy lányt. All right. A hadsereg miatt. That's 300. Bet the deal. 400 rupees plus Ganesh. You don't want this. A Ganesh a szobrot akarja a pénz helyett. You don't know the story? Ganesh fought Parashuram while standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva. And got his tusk hacked off for his troubles. Az indiai mitológiáról beszélgetnek. Interesting. Azt hiszem hindúnak hívják. Nagyon sok vallás van ott Indiában, elnézést, ha pontatlan vagyok. Azt hiszem ez a hindu vallás, ez a Shiva, Ganesha és társai, de majd a komment szekcióba segítsetek. Na csak megvettük a kendőt közbe. Ó! A kis hölgy akar minket körbevezetni a piacon. Igazán kedves tőled, Jány. Mutasd az utat. Tele van katonákkal a piac. Ilyen durva háborús helyzet van. Gondolom. Rendfenntartók ilyen sokan vannak, akkor gondolom. Igen, sokszor el fogom mondani, nagyon jó ez a játék grafikára is. Aha, erre a... Hogy pózol a kis csaj? És még mindig a kis arany Ganesha szobrot akarja. Szóval erre a teherautóra akar felszállni Chloe. Gondolom ez is a hadseregé. Úgyhogy szökjünk fel rá. Excuse me. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. Kizsebelt a kis csaj. Mekkora zsivány. Elvette a Ganeshát. A for effort, kid. Ennye bejnye. Ezért nálunk pofon járna, de aranyos vagy, úgyhogy nem bántunk.
Find a, you found a treasure. Igen, itt az options menüben meg tudjuk nézni a kincseket, amiket gyűjtöttünk. Zsír. Na gyerünk, szálljunk fel arra a teherautóra. Kisjány, jössz még kisjány, jössz még, jó van. De aztán ne lopkodjál többet, mert agyonváglak. Hol a kiára? Ah, itt. Itt megyünk ki. Ott a teher. Túl veszélyes, azt mondja. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of the... Mindig üzlete. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. Mennünk kell, sajnálom. They hurt people. Ah, ezek lázadók. Listen. I need to help my friend, okay? Tell you what. When I get back, pizza's on me. Meghívjuk egy pizzára, ha visszajöttünk. Deal. Aranyos ez a kislány azért, na. Hogy jussunk föl? De aranyos, segít nekünk. Elcsalja a katonát, én meg megyek. Gyerünk, beszálló. Jó. Köszi, kislány. Na hát ez egy aranyos indítás volt. Bábá! Kösz a segítséget. Egyelőre annyi derült ki, hogy valami katonai helyzet van itt Indiában. És hogy egy barátunkhoz megyünk. Uncharted The Lost Legacy. Yes. Jaha. Balhés utcák. Na jó. Kezdődjék az action, srácok. Ismeretlen szám egy fényképpel. Red door. Ezt az ajtót That's keressük. Oké. Better than nothing. Első fejezet, The Insurgency. Here we go. Oké, here we go. Just an active war zone. Nothing you can't handle. Igen, ez egy aktív háborús övezet, ahol vagyunk. Ha nem lett volna egyértelmű ezekből a lerombolt sikátorokból. És abból, hogy katonák vannak minden utca sarkon. Kicsit nyomasztó. De semmi gond. Oh. Mindenki menekül haza. Most mehetek? Vagy... Hello, fiúk, én akkor megyek, ha nem baj. Azt nem tudom, hogy kiket visznek el a katonák, mert ugye most engem nem bántanak, érdekes. Majd biztosan ki fog derülni, hogy pontosan mi körül zajlik ez az egész lázadás. Hello, srácok. Hey, hold on. Picsába. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Ó, persze, csak le akarsz taperolni, nem átkutatni. It's dangerous to be out so late. Hey! Where do you live? Azt kérdezi a katona, hogy hol lakunk. What are you, deaf? Answer him! I said, where do you live? Otthon, főnök. I'm in the middle of something. Ajaj. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. Okay, szerencsénk you, van. With me. Úgy néz ki. Man the gun. He... Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. Hívta a katonákat a főnök, úgyhogy megúsztuk az alapos átvizsgálást, a testüregi motozást. Úgyhogy irány tovább. Ah, és nézzétek meg a fénytörés is, milyen zseniális. Mondtam, hogy sokszor el fogom mondani, hogy rohadt jól néz ki a játék. Ez van. Á, ott az ajtó. Red door. Check. Itt a szöges dróton nem jutunk át, azt gyanítom, úgyhogy... Irány körbe. Nagyon figyelnek a hangulat teremtésre a Naughty Dognál, azért az látszik. Tehát itt becsapják az emberek az ablakot, mindenki menekül az utcán. Halljuk a robbanásokat. Kemény, kemény cucc. Remélem jó fele jövök amúgy.
azaz Chloe, azaz. Ajaj. Hello, Mr. Katona. Hello. Stealth attack! Na, megkezdődik a buli. Ezt már szeretem. Hello, főnök. Viszlát, főnök. Oké, és erre megyünk tovább? Ajaj, is vannak. Come along, friend. Zsír. Szabad a pálya. Our shift ends in an hour. Hop. Okay. Need sleep. You can sleep in the truck. Lockpick. Föltörjük a zárat, ja. Is that the last one? Almost. There's a couple more near. Úgy kell föltörni a zárat, hogy meg kell találni az irányt, ahol rezeg a kontroller, és csak nyomba kell tartani arra felé. Semmi izgalmas. De egyébként megfelel. Jó, bejutottunk a házba, zsír. Egy gonddal kevesebb. I'm in. Tető. Pink lotus. Rózsaszín lótusz. Jó, hát ezt nem tudjuk mit jelent, de irány a tető. Bazzeg, itt is vannak katonák, ja. Ott vannak. Ott vannak fönt. Bementek az ajtón? Oké. Nekünk a tető kell. Úgyhogy erre megyünk. Halló, jó napot kívánok, kukucs! Asar says he needs more time to prepare. Stat attack! Ninja vagyok. Yes. Töröm. Kukucs? Hello, Mr. Katona. Gyere csak ide. Fügy. Adtak! Szép. Biztonság. Hát fogjuk rá. Tök jó ez is, hogy így. Beszartam. Indian army's not messing around. Az durva. Kemény. Az indiai hadsereg bombázza, gondolom, a lázadókat a városban, de kemény. Szóval azt kezdtem el mondani, mielőtt összecsokiztam magam a vadászrepülőtől, hogy tök jó a fizika, hogy így a kilógatott ruhák vagy törülközők így himbálóznak. Na, ott van a rózsaszín lótusz, úgyhogy gondolom arra vesszük az irányt. Gyerünk. Irány a lótus virág. Pink lotus. Not what I was picturing. Sütj! A pocsolyába kell ugrani. A cinematográfiai szempontból nagyon fontos. SMS? Változott a terv, felejtsd el a tetőt. Jókor szólt. You're in the wrong place, girl. Ez Cumi. Escape! Bunyó idő! Fuckity fuck you! Hiya! Ajajajajaj! Ouch! Chloe rohadt kemény! Ouch! Gyerünk, Chloe! Gyerünk! Hello, Nadine! Jobb később, mint soha, gyere bunyózni! Hopp, micsoda jobb csapottal ütöttük ki! Kombó! Yes! Ezt már szeretem.
I thought you were a professional. Oh, you should relax. Na hello, Nadine. Relax? It took me weeks to track down Asof. The man's as unpredictable as they come. He's just another warmonger with no war to fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We? Let's get one thing straight. This is my gig. Mérges ránk. We play by my rules. Nehogy elrontsuk a tervet, mert hetekig követte le ezt az Asavot. Gondolom ő vezeti a lázadókat. What's it gonna be? Úgyhogy most egy kis feszkó van, de nyugi. Folytassuk a tervet, bármi is legyen az. A szakállas férfit keressük. Aha, szemüvegbe ő az. Handsome. If you're into psychopaths. Nobody's perfect. Where's base camp? Top floor balcony. Ott lakik? Az erkélyen? Jó. Let's do this. Okés. Jó. Street route all planned out. Második fejezet. Infiltration. Azaz behatolás. I'll think of something. Hát akkor itt van Nadine, úgyhogy már is teljes a páros. Kicsit morcos ránk, hogy majdnem elcsesztük a tervet. Come on. De akkor ez az Asaf a fő célpontunk. Aki, ha jól értem, a lázadó sereget vezeti. There you go. És egyébként egy pszichopata. Kérem én is a létrát. Thank you. Azaz. Na végre igazi Uncharted. Végre tetőkön ugrálás. Mindenféle adventure és az elmaradhatatlan csúszás. Ezt imádom. Ne röhögjél! Itt pörgősen kell mozogni. Ha elrontom, az is benne van a pakliba. Igen, erre kell menni. Elnézést kérek. Mászunk fel a csövön. Slac, slac, slac. Careful on this one. You sure this is safe? No. Elég érdekes útvonalat választottunk. Kicsit recsegnek alattunk ezek a táblák, de no problemo. Merre a menet? Perem. Come on. This way. Gyere, Nadine, gyere. We're moving away from a soft stain. Yeah, we're taking the long way. No, see why you're always late. Nadine megint panaszkodik, hogy erre hosszabb, de nyugi, Nadine. Profi vagyok. Aha, magas fűben ugye el lehet bújni. Hello, Mr. Őr. Copy that, Cobra One. Stealth attack. Yes. Well, where to now? Up. Jaj, de jó, megint dobozok. Azokat a négybe is imádtam. Tologatni. Közben találtunk egy öngyújtót, vagy mi a fene ez. Jó, húzzad, Chloe, azaz. Ezt hova toljam? Ide? Megakadt a hullába a doboz. Gyerünk, up, up! Azaz. Úgyni. Elérjük a tetőt? Hogy ne érnénk el? Hát kemények vagyunk, mint a koporsószög. Hóruk. Lefelé megyünk vajon, vagy fölfelé? Just exploring our options. Sit tight. Elég durván körbe megyünk, hogy eljussunk arra a erkélyre. Well, she certainly lives up to her. De Chloe biztos tudja, hogy mit csinál. Ki vagyok én, hogy beleszóljak. Jumpy jump. És most... igen. Újabb doboz. Here we go. Go.
Ne nyögjé, én nyögök, alig tudom irányítani a dobozt. Nadine, vigyázzál onnan, mert tolnám a dobozt. Tehát, hogy... Na jó. Sorry about that. Én szóltam. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. Mi lenne, hogyha elfelejtenénk a dobozokat mostantól? Hát ennek én is örülnék. Á, ott van fönn egy őr. Na, egy mód van rá, ne vegyen minket észre. Pentium 4-es számítógépek, igen. Megkérdezte, hogy te mindig ennyit pofázol küldetés közben? Úgy nézem, hogy nem felhőtlen a viszonya a két csajci között. Kíváncsi vagyok, hogy ez a sztori alatt hogyan fog változni. Hol volt az az őr? Ah, ott van. Nyugi, most elintézem. Ninja vagyok. Sneak attack! Sutty. Na itt vagyunk. Aha. Itt van fölöttünk. Nem is volt olyan nehéz, mondják a lányok. Ja, hogy föl? Néha előfordul velem, hogy úgy egyértelműnek látom a következő ugrást, de a játék mégse így gondolja. Lockpick! Nyugi, nem csak ninja vagyok, hanem mestertolva is. Bármilyen zárat föltörök. Úgy, igen. Egy. Kettő. Oh, that works. Let's find that disc. Köszi, Nadine. Azért ez vicces volt. Watch our backs, yeah? Hogy cívódnak mindenen. Oké, a Nadine azt mondta, hogy valami lemezt keresünk. Hát ez nem lemez, ez egy korona. Ugye ez a hely elvileg ezért az Asavé, azért a szakállas szemüveges csávóé. Úgy néz ki, hogy ő is valami régiséggyűjtő, mert hát itt elég baszó cuccai vannak. Könyvek. Salah and the Tiger. Salah és a tigris. Igen, mind ilyen indiai kultúrához köthető emléktárgy ez, hogyha jól látom. De mi van, mi CD-t keresünk, valami diszket? Nem tudom. Hogy kopog az eső az ablakon, hallgassátok? Nagyon jó. Az ilyen apróságok nagyon fontosak egy jó játékhoz, de tényleg. Ah, Lakshmi, goddess of wealth. Lakshmi, a gazdagság istennője. Nem tudom, nem akarok tiszteletlen lenni, de nekem az indiai istennőkről mindig az jut eszembe, hogy az összesnek akkora kannája van, hogy... Na mindegy, elnézést. Elefántok. Köcsögök. Ó, egy agyar. Aha, elefántcsont. A szemétláda még elefántokat is gyilkol. Rohadjon meg. Ez a véleményem. Na hát most. Á, itt vannak a tervei. I'll just borrow this. Ez valami rajz egy kürtről, vagy ez az előző agyar? Fraser, come here. That looks promising. Na, megvan. Not for long. Aha. Mestertolvaj, ismét szírelé. Shit. No, it's all right. Nothing we didn't already know. Shit.
Egy. Azaz. Kettő. Nyugi, ne oltogass, megoldom. Azaz. Igen, ne gyújtsuk fel az egész szobát azzal a gázlámpával, ha egy mód van rá. Na, ott van? Ja, hogy ez nem CD lemez, hanem... Hello! Hello, fiúk! Nem én voltam. Ha ez nem CD lemez, hanem valami ősi... Nadine. Ross. Á, itt van a fő. What a pleasant surprise. Careful, brothers. Főgonosz bácsi. És úgy néz ki, ismeri Nadine-t. Korábbról. Oh, all these years. And you haven't aged a day. Nem öregedtél egy napot se az évek alatt. Akkor tényleg ismerik egymást. Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. Oh! Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Ugye, ha emlékeztek, a Shoreline az a zsoldos hadserege volt Nadine-nek a négyben. De úgy néz ki, hogy leváltották, úgyhogy most munkanélküli idézőjelben. Érdekes. Why are you here? Miért vagy itt? This isn't your area of expertise. Ez nem a te terepe. It is a nice collection, I must say. Chloe Fraser, collector of antiquities. A thief. Hogy bemutatkozott Chloe? Sir, we have a situation. És meg csak letolvajozta. I'll be right there. The disc. Valami. Oh, right. About that. At first, I mistook you for just an average rebel. But you have managed to find the Hoysala Empire. A Hoysala Birodalom. Their greatest treasure. The Task of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? Three Persian invasions, three separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you. Ó, alkudozik vele Chloe, hogy dolgozna neki. This artifact. Hogy megoldja a rejtélyt, amit keres ez az Asav, aki megtalálta ezt a Hoysala birodalmat, de nem találta még meg a birodalmon belül Ganesha agyarát. My rates are reasonable. És Chloe most alkudozik vele, hogy majd ő megtalálja neki. De nem nagyon tetszik az ötlet a kollégának. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. Ja, Chloe-nak van stílusa. But I don't need any more so-called experts. De nem akarja, hogy neki dolgozz. Ojajajajaj, lőni fognak. We'll throw ourselves out. Yes! Oké, menekülős rész. Csatoljátok be a biztonsági öveket. Az igen. Jó, szóval úgy néz ki, hogy ez a Hoysala birodalom lesz ennek a játéknak a fő motívuma. És az ő kincsük Ganesha agyara. És hogy ez a csávó is úgy néz... Ouch! Szóval úgy néz ki, ez a csávó is ezt keresi. És ezzel a diszkel, amit elloptunk, ezzel lehet megtalálni. Ha minden igaz. A menekülés remek alkalom, hogy a sztorit elmagyarázzam nektek, ugye? Ujjaj! What the hell was that back there? Messy but effective. You were going to sell me out, weren't you? It's called improvisation. God, who's being unprofessional now? What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. Már megint veszekednek. I knew it. You were going to give me up. Because the Limbic can't change his spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's your river. Yeah? Ah, Nadine most aggódik, hogy vajon el akar. Shit! Yeah, well, kind of
Nem hagynak sztorit magyarázni. Szóval Nadine számon kérte most Chloe-t, hogy mi volt ez az egész, hogy ugye felajánlott Asaphnak, hogy majd ő segít neki. De Chloe mondta, hogy nyugi, ez csak egy... Ez csak egy megtévesztés volt nyilván, egy csel. Ajaj, hello fiú! Búnyó idő! Úgy van, pont a herére. Fombo kombo. Zsír. Hova tovább? Mozgás. Na, ezek az action sequence-ek a legjobbak az Uncharted-ekben, imádom. Ugri! Most nem voltam benne biztos, hogy jó helyre ugrok. Most hova, hova, hova? Na ilyenkor van gáz, látjátok? Basszus, hova? Állj! Ja, oda! Okés. Majdnem meghaltam. Töröm, töröm, töröröröm. Gyerünk, csajok! Ott a folyó, gyerünk! Jump! Hát, legalább megérkeztünk. Szép volt, csajok! Elég erős kezdés. Tetszik. Remélem nektek is. Dobj egy lájkot! Oké. Őserdő. Naplemente? Vagy felkelte? De megúsztuk. On schedule. Should hit land in about an hour. Great. The task of Ganesh. Ganesha agyara. Akkor ez lesz az. Ez lesz az, amit keresünk. Any luck? I don't need luck. I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry. If Asav's not in the gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transports, hundreds of men. Oh! Kinyitotta. Like I said, don't worry. Profi. Looks like some kind of key. Olyan, mint valami kulcs. Let's see. Okay. Oh! Miss Popo, hello! The trident was Ganesh's weapon. The bow and arrow was Parashurama's. And the axe. A hindu istenek fegyverei vannak bele karcolva a kulcsba, azt mondja Chloe. The great battle. What? The battle in which Ganesh lost his tusk. I bet we find these symbols. We find the tusk. Úgyhogy ha megtaláljuk ezeket a szimbólumokat, akkor megtaláljuk az agyarat. Yeah, well. You thank my dad for that Hindu mitzvah his thing. It rubbed off. You must be proud. Sun's almost up. I'll go get ready. Napfelkelte van egyébként. Jó. Nice work. Nadine aggódott, hogy Asava nyomunkban lesz. De mondta Chloe, hogy don't fos. Előttük járunk. Úgy néz ki, ez a szobor, ez sokat jelent Chloe-nak. Nem emlékszem, ez benne volt a kettőbe? Komment szekció, segítsetek. Már az én emlékeim már megkoptak. Azért az már nem ma volt. De megjöttünk az őserdőbe. Lefosom a bokám, gyönyörű tényleg, nagyon. Just for my peace of mind, all right? Mit ki nem hoznak a konzolból? Durva. Well, nice view. Ez kilátás, igen. And look. How weird.
egy templom. I'm sorry I doubted you, Chloe. Is your Salah? Hogy Salah? Hogy Salah? It's not a modern structure, so we're definitely on the right track. What? I don't like it. Ezek a szurkálódások oda-vissza, like ezek... No. Ez jó. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of a Sov. Glass half full, maybe we got the jump on them. Unlikely. Nadine furcsája, hogy nincs itt senki. Tehát, hogy ő azt várta, hogy már itt lesz, hogy már itt lesz a hadsereg, de neki túl csöndes ez az egész. Jól van. Harmadik fejezet következik, a hazatérés. Pingvinek, szerintem ez bevezető epizódnak teljesen jó volt. Én nagyon remélem, hogy izgatottan várjátok a folytatást. Hogyha így van, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot. Szerintem ez egy kötelező történet, úgyhogy mindenféleképpen végig fogjuk játszani az Uncharted The Lost Legacy-t. Hogyha nem akartok lemaradni róla, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg. Én addig is azt kívánom, hogy legyen nagyon szép napotok, és hamarosan újra találkozunk. Na! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow! Köszönöm, hogy végignéztél, haver! Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem. Ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!